készül az ebéd ebben a megyei étteremben. Minden ugyanúgy zajlik, mint néhány évvel ezelőtt, mégis drágább idén az étel. Leginkább az energiaárak nőttek, de többet kell fizetni az alapanyagokért, és a bérköltség is emelkedett, mondta a 35 perc című műsorunkban Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Ebben az évben háromszor kellett az áremelés. Ez nyúlni, mint, mint egy szabályozó tényező. 25-30 volt, aki 40 kal emelte az árait, nem csak a szálloda hanem az éttermi szektorban is. És az a helyzet, hogy a Covid idején beszéltünk egy ilyen amely egy árcsökkenést hozott magával, ez nem volt egyenes arányos a minőséggel. Most ugyanez az áspirál fönt, el, csak itt nem csökkennek az árak, hanem nem emelednek az árak. Némely esetekben több vállalkozás megpróbál kitartani, megpróbál időt nyerni, ameddig a raktárkészlet engedi, de az, hogy mondjam, közgazdászként, vagy szállodai, vagy éttermi szakemberként, hogy ez egy rossz, befektetés a jövő szempontjából, ugyanis tényleg ez a minimum fedezeti pontot, hogyha nem érjük el, akkor előbb-utóbb be kell, hogy zárjuk az ajtót, és ez azért ez nem biztos, hogy másfél év zárás után, Covid technikai zár után egy következő másfél évet kibír egy vállalkozás negatív spirálba. Folyamatosan tárgyal a szövetség a beszállítókkal azért, hogy még egy elviselhető és kigazdálkodható szinten tartsa az árakat. Az elnök azt mondta, jelenleg szakemberből nincs hiány, ugyanis a duális képzésnek köszönhetően egyre jobb tudással lépnek ki a iskolákból a fiatalok. A megyei jövőjével kapcsolatosan pedig egészen optimista Krivács András. Nagyon sok programot indítunk, nagyon sokszor beszélünk róla, hogy mennyire gyönyörű Szabolcszat már megy, és hogyha megnézzük Szabolcszat már megyének az elhelyezkedését, megnézzük a határmentiségét, azt, hogy akárhova megyünk ki a határon túl, mégiscsak hazamegyünk, saját magunkhoz megyünk, a népeknek az együttélése egy olyan gazdasági, kulturális és gasztrokulturális mozaikot alkot, amely minden egyes megyétől megkülönbözteti szabolcs már bereg megyét. Úgyhogy én azt gondolom, és azt tanácsolom a megyei szolgáltatóknak és a vendégeknek is, hogy ha kikitekintenek mondjuk a szabolcs már bereg megye határain túl, akár keletre, akár nyugat vagy délre, az jöjjenek haza, és akkor itt legyünk mi sokkal fantasztikusabbak, mint bárki más az ország más szolgáltatója is mondjuk, ha elmondja ezt magáról, de de tényleg én azt gondolom, hogy minden idők legjobb turizmusa lesz a Bocsatnál Bereg megyébe 2022-ben, és 24-ben szerintem vezető destinációja lesz az országnak. Magyarországon jelenleg 11 kiemelt turisztikai térség van. Ezek között az egyik Toka és Nyíregyháza. Ezek a területek komoly fejlesztési forrásokra pályázhatnak a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 programban.